Üdvözlöm a kedves televízió nézőket, a Profit című gazdasági műsor 56. adását látják. A Salánki Nagy Imre 10 éve foglalkozik mangalica tenyésztéssel. Mint fogalmaz, egyre kevésbé éri meg a mangalica tartás. Ez mai első témánk, tartsanak velünk! A Salánki Nagy Imre telepén jelenleg 25 mangalica található. Ez az átlagos mennyiség, vagy általában hány mangalicát szokott tartani? Többek között ennyi szokott lenni, de mikor hogyha tavasszal elindul a fialás, akkor vannak malacok is, és általában 50-60-ra felszoktuk duzzasztani az állományt, abban az esetben, hogyha van rá kereslet. Sajnos az utóbbi időben, most mióta ez a járvány is van, megszűntek az éttermek szinte dolgozni, ahol ezt ugye többnyire alkalmazták, és visszaesett a kereslet. Nagyon-nagyon visszaesett a kereslet. Akkor a koronavírus miatti karantén ilyen formában a gazdákra is hat? Nagyon-nagyon. Nagyon kihat. Így van. Tehát most az a lényeg benne, hogy nem igazán van rá Kárpát alján kereslet. Tehát erre inkább Lembergi járás, oda feljebb, tehát ahol éttermek működnek, ahol turizmus, meg stb. Ilyenek vannak, ugye az is az utóbbi időben visszaesett, és a kereslet nagyon-nagyon lecsökkent. És mennyire számít egyébként különlegesnek vagy kuriózumnak, akár belső Ukrajnában, akár Kárpátalján a mangalica tenyésztés, illetve maga a fogyasztása és a húsa? Azt tudjuk, hogy a világon Hungarikum már tették, tehát jelenleg az én tudásom szerint Amerikától, Kanada, Kína, Japán mindenfele tenyésztik is, és engedélye, én úgy tudom, hogy csak engedélye lehet fajtisztán. Csak úgy szabad eladni mangalicát, hogyha be van vizsgálva, és megkapod a minősítést, hogy 100%-osan mangalica, csak úgy lehet. Eladhatod, de akkor nem mint mangalica, hogyha nincsen beminősítve. Tehát jelenleg a miénk még nincs olyan minősítés alatt. Ebbe is ez a járvány beleszólt, ugye a tavaly előtt volt egy mangalica fesztivál Budapesten, tehát ott több országgal írtunk alá szerződést, hogy majd beindul, fogjuk csinálni, csak hát közbe szólott ez a járvány, és visszaesett a... Tehát nem is nagyon foglalkoztunk, ugye nem is nagyon tudunk közlekedni, nem tudunk határon normálisan jönni-menni. Hát itt látszik, hogy elég viszontagságosak most a körülmények. Sár van, hideg van, pocsolya van. Ezt szeretik a mangalicák? Tehát ők így érzik jól magukat? Kimondottan ezt az időt szeretik. Nyáron, hogyha nagy melegség van, akkor azon a helyen ott van nekik a dagonyázó. Ott mindig folyamatosan vizet engedünk nekik, és akkor tehát ők ott szeretnek lenni. Ezek egyébként milyen fajták? Hány fajtája van körülbelül a mangalicáknak, és ezek milyenek? Én jelenleg úgy tudom, hogy van a fekete, a tiszta fekete, van a fecskehasú, van a veres, és van ez a szürke. Tehát jelenleg itt nekünk csak a szürke megtalálható. Volt régebben fecskehasú is, volt veres is, ezekből a fajtákból kimentünk. Tulajdonképpen ezek nőnek a legnagyobbra. És mennyi idő telik el a nevelés folyamán, ameddig vághatóak lesznek? Hát fialástól legalább másfél év kell, hogy egy ilyen mázsa 10, mázsa 20 kilósra megnőjön. Lehet őtet nevelni, tehát ez az a kérdés benne, hogy mit szeretnénk, hogy egy zsírgömbös legyen belőle, vagy pedig meghagyjuk, hogy megnőjön a vázza, és akkor arányosan van benne a szalonna is, és a hús is. Tehát mind a kettő van bele akkor arányosan, de hogyha csak folyamatosan etessük, akkor többnyire
hát több zsírt szed. Tehát ha nincs meg neki a növés, akkor csak széjjel fele megyen, tehát úgy, mint mikor be van zárva, aztán hizlalják, akkor több zsírt vesz magára, de amúgy arányosan van benne hús is, szalonna is, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, hogy ez csak egy zsírgömböc, akkor én annak elmondanám, hogy téved, mert ahogy van etetve a disznó, tehát úgy is szoktuk etetni, hogy egyszer többet adunk neki, egyszer kevesebbet, és ezek alatt az idő alatt a szalonna közé nőül egy húsréteg. Tehát fogalmazhatunk úgy, hogy aki a mangalicával foglalkozik, az inkább a minőségre megy, nem a mennyiségre. Így van, ennek a minősége sokkal-sokkal magasabb. Tehát a másik pedig az, hogy koleszterin szegény. És akár orvosilag is ajánlják fogyasztani a szalonnáját, a zsírját, a húsát, főleg cukorbetegeknek nagyon jó tisztítsa az epét, a vesét, májat, tüdőt többek között. Egy picit, hogyha az anyagi szempontokat nézzük, akkor mennyi időbe telik felnevelni másfél év alatt, mennyit kell rákölteni egy mangalicára, talán egy ilyen becslés, hogy vágható legyen, illetve mennyire térül ez aztán meg, hogyha eladásra kerül? Hát én most igazat mondok, mert körülbelül másfél év alatt, mivel napi egy kilótól többet mi nem is számolunk rá, tehát többet nem kapnak, mármint tehát olyan szemszögből nézve, hogy terményt, amit úgy megtermesztünk és adunk neki, tehát ez lehet málé, zab, bármiféle fajta, répa, tehát amiért pénzt kell adni, az körülbelül 5 mázsa terménye nevelődik fel, mert az év folyamán, már nyáron, mikor van gaz, akkor egész nyáron vágjuk nekik a gazt, ami szintén ugye időbe telik, meg lucernást vetünk neki, és akkor azzal etessük, az pedig helyettesíti. Tehát akkor szinte nem fogyasztanak egész nyáron, csak alig esznek egy nagyon-nagyon kevés termény. Tehát felnevelő nőtet másfél év alatt, úgy, ahogy mit csináljuk, nem kerül sokba, csak az időnek el kell tenni, mert mondom, különben akkor csak egy kis zsírgömbölcöt nevelünk, de hogyha megengedjük neki, és csak úgy finoman, arányosan etessük, akkor nem túl sokba kell. Tehát igénytelen, rettenetesen igénytelen. És jelenleg hogyan értékesítik, vagy mennyibe kerül most a kilója? Hát, hogyha az önköltség árát, hát beleveszünk, hogy másfél évet mit dolgozunk, hogy tehát kell tartani egy kant, azt mindig frissíteni kell, tehát azért, hogy ne legyen beltenyészet, mert amikor elindul a beltenyészet, akkor kezdenek pigmentálódni, tehát akkor kiüt bennek az eredeti alap, tehát nem a vad része, hanem inkább tehát a rendes disznó, ami volt régen is, tehát ugye ez, mivel ki van tenyészve, hogy ilyen legyen. Tehát hogyha kapnánk érte 60 griven kilójaért, tehát úgy, mint a másik, amennyire adják, akkor már megérné vele foglalkozni, mivel nem túl nagy rá a költség. És tehát lényegében ezt nem kell úgy külön etetni meg. Mit tudom én, hogy mint igen, tartanak, igen, nem kell utánok pucolni az aulat, se semmit. Tehát ha 60 grivennyire el tudnánk adni, az úgy már, akkor azt mondanánk, hogy az már bizonyos mennyiségben már hasznot is hozna. Tehát, hogyha ennyire nem tudjuk értékesíteni, akkor ha még az önköltsége árába se, akkor nem érdemes vele foglalkozni. De akár eladható, akár nem, mi általában évente egy ilyen 8-10 darabot vágunk a családnak, nem nagyokot, ilyen mázsa 20, mázsa 30 kilósokot, és nekünk akkor is meg fog érni, hogy egyet se fogunk belőle aladni, mert annak tehát pont maga azért, amilyen a húsa, amilyen finom, tehát az az ízvilág, ami van benne. Csak például, hogy ilyet mondok, most az egyik munkatársamnak a kislánya megkérdezi, mert ők is szoktak nevelni, meg adok nekik, a munkatársaimnak, és akkor megkérdi a kislány, hogy anya, azt mondja, vasárnap, azt mondja, a mangalica hús van a levesbe? Kérdítünk az anya, minek? Hát mert akkor eszek, de ha nem, azt mondom, nem eszek. Tehát ennyire finom.
A Benei Varga családi sikeresen pályázott fejlesztésre az Egánedek gazdaságélénkítő programnál. Nézzük meg, hogyan sikerült fejleszteniük borászatukat. Télen, január közepén érkezett meg az Egánedés pályázat eredménye a Varga pincészetbe, Benébe. Mire pályáztatok pontosan, illetve mennyire volt nagy a várakozás, ugye másfél év talán már eltelt a pályázat beadása óta? Hát igen, ez elég hosszú volt ez a várakozás, hogy akkor most lesz, vagy nem lesz, vagy lesz, vagy mikor lesz meg. És ugye eléggé problémás is volt, és izgultunk is, mikor kijött az eredmény, hogy akkor vajon ugyanebbe az árba még meg fogjuk-e tudni, mert ugye Ukrajnában mindig mindennek felmegyen az ára, meg fogjuk-e tudni venni, hogy fogjuk tudni megvásárolni. Hát az idén most egy olyan beruházást fogunk végrehajtani, ami ilyen, megint ilyen nagy erőre lépés lesz a borászatunkba. Ugye rozsdamentes acéltartályokra pályáztunk, de ezek nem simán rozsdamentes acéltartályok, hanem ahogy látszik rajta, itt vannak ezek a bordák, ebbe hűtőfolyadékot lehet keringtetni, tehát még most a pályázatnak ugye az önrészéből egyelőre csak ez a rész megjött, az egyik még nincs is kicsomagolva, és nincs is még a helyére állítva, ez a 2000 literes úszófedeles rozsdamentes acéltartály, amihez ugye még fog jönni, hogyha az OTP bankból ki tudjuk venni már a pénzt, akkor fog jönni egy ehhez értő ember, aki ezt be fogja szerelni, hogy lesz egy plusz egy hűtőkompresszor, lesz egy hőcserélő, lesznek ilyen hőátadó szivattyúk, meg mindenféle ilyen állító elektronikák, hogy ez a glikolnak nevezett hűtőfolyadék itt, ahogy fog keringeni ebbe a tartályba, le van hagyva direkt egy ilyen rész, ahova be fog menni egy hőérzékelő, majd ha kamerával belenéztek, ott fog látszani, van egy ilyen csőszerű, oda megy be a hőérzékelő, és pontosan fogja tartani azt a hőmérsékletet, amit én beállítok rajta. Ez miért fontos? Mert a bor erjedése alatt, főként egy illatos fehérbornál nagyon fontos az, hogy állandó hőmérsékleten menjen az erjedés, és ne menjen magasra a hőmérséklet. Ugye a bor az erjedés alatt hőt termel, ezáltal minél nagyobb tömegben van, tehát hogyha 100 kilónyi szőlőt dolgozunk fel, az nem termel annyi hőt, mintha mondjuk 1000 liternyi must van egy helyen, az önmagát nagyon könnyen felfűti, és ezt a hőt fogjuk visszavenni, hogy minél illatosabb, erősebb legyen a bornak az illata. Itt ugye elég egy olyan 16 fokos vagy 18 fokos hőmérséklet tartatni, de ez a kompresszor többet fog tudni, és ez azért fontos, mert például ilyenkor nagyon könnyen meg fogjuk tudni csinálni a borkőnek a kicsapatását a borban, tehát beletesszük a tartályba a bort, megállítjuk a hőfokot, folyamatosan levesszük ilyen plusz 4, plusz 2 fok körüli hőmérsékletre, áthűl a bor, kicsapódik belőle a borkő, és ez mintha havazna a bor, ugye a tartály falán ott fog maradni, lefiltráljuk, tehát kivesszük a tartályból, a borkő kicsapódik, és akkor már nem lesz olyan probléma, hogy ez a palackban történik. Tehát az nagyon rossz, mikor a palackos bort megveszi a fogyasztó. Például, ha a csomagküldő szolgálattal küldjük, akkor hidegben van a csomag, a bor lehűl, kicsapódik belőle, és akkor nézi a palackot, mintha hullana benne a hó. Tehát ez egy ilyen természetes kicsapódás, ami amúgy végbe megy egy idő után, meg stabilizálódik, de ezt így fel fogjuk tudni gyorsítani. A másik, hogy akár
Ha félédesbort szeretnénk készíteni, és akarjuk, hogy a 11 és feles alkoholfoknál megállítjuk az erjedést, akkor szintén le lehet hűteni a bort, és a hűtés következtében az élesztő gombáknak a munkája az megáll, és utána már nagyon könnyen tisztítható, és filtrálás után biztosítható az, hogy ne induljon újra. Ami még pluszba bekerül, az pedig a melegítőrendszer, tehát ugyanezzel a fűtőrendszerrel lesz benne egy elektromos melegítési lehetőség. Ez pedig vörösbor készítésénél tud érdekes lenni, mikor szeretnénk az almasabb bontásnak a folyamatát végbevinni, amihez pedig plusz 20-22 fokon kell tartani folyamatosan a bort, ami például egy olyan pincébe, ami télen lehűl 12-14 fokról elég nehezen kivitelezhető, mert ezek az almasabb bontó baktériumok ezek érzékenyek a hőre, tehát itt fontos, hogy meglegyen neki az állandó hőmérséklet. Tehát többféle funkciója is lesz ennek a tartálynak, hát reméljük, hogy még most január-februárban ezt be fogjuk tudni üzemelni. Egyelőre inkább csak tárolni fogunk benne bort, de a szüret után ennek nagyon sok mindenféle pozitív hozadékát remélem, hogy fogjuk tudni hasznosítani. Akkor megérte rá várni? Hát természetesen megérte rá várni, hát reméljük, hogy összejön már ezek a kis dolgok, ezek a beszerelések, és akkor az idény tavasszal ez be lesz fejezve, úgyhogy ez megint egy nagy előrelépés. Ugye voltak nekünk ilyen 1000 literes ezek a rácsos tartályok, de azok messze nem olyan jók tárolásra, mint ezek a tartályok itt, ami nagyon fontos, hogy ennek nem fix a teteje, hanem mozgatható, van hozzá egy ilyen csörlőszerű, le lehet engedni a fenekét, hogyha nem teljesen tele van a tartály, akkor is lehet használni, és van egy ilyen pompával fel lehet fújni egy szilikon gyűrűt, ami teljesen lezárja a levegőtől, tehát itt teljesen a levegő teljes kizárásával lehet a bort tárolni. Ez nagyon fontos, van rajta mintavevőcsap, vannak rajta leeresztőcsapok, amivel esetleg az ülepítést, mikor fogjuk csinálni, az alja ilyen konuszosra megy össze, és mikor ülepítjük a mustot, mert szoktuk úgy, hogy préselés után, erjesztés előtt mi már levesszük a durva üledékről, tehát az ülepítésnél nagyon jó lesz, mert az alsó csapon egyszerűen ezt a durva seprűt ki fogom tudni engedni, és utána csak a tiszta mustot fogom beoltani gyakorlatilag, és elindítani az erjedési folyamatot. Kedves nézőink, köszönjük, hogy megnézték a Profi című gazdasági műsor 56. adását. További szép napot!